Több a hajléktalan a városban, mint amennyit a váci hajléktalan szálló menedék képes ellátni, ráadásul az önkormányzat nem is tudja korlátozó intézkedésekkel szabályozni a hontalan emberek helyváltoztatását. Erre ugyanis nincs jogi lehetősége. Sokakat azonban megbotránkoztat a padon fekvő, vagy éppen a közterületeken dolgokat végző fedél nélküliek jelenléte, ezért volt, aki emiatt már rendőrt is hívott. A szakember szerint sokszor azért utaznak Vázra a csellengők, mert mert itt jobb ellátásban bíznak és barátságosabbak velük a járókelők. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy az önkormányzat erőforrásai végesek egy olyan állami feladat ellátásában, aminek jó részét a településekre testálnak. Járja Andreát, a Váci Humán Szolgáltató Központ igazgatóját. Köszöntöm, jó estét kívánok! Köszönöm Én szépen, kívánok. hogy elfogadta a megkívásunkat. A Váci Humán Szolgáltató Központ vezetőjével beszélgetek, aki egyébként a hajléktalan gondozását is végzi vagy a hajléktalanok gondozását is végzi. Mitől hullámzó a hajléktalanok száma egy települése? Miért változik ez? Azt, hogy a hajléktalanok száma időközönként változó, nagyon sok tényező, nagyon sok ok mögötte. Elsősorban mindig, ami nagyon fontos, az időjárás, amit nem lehet kizárni. Ha jó idő van, az átlagember is szívesebben megy ki a szabadba, ugyanez van a hajléktalanok körében, és ö, a második ok a megélhetés, ami megint nem egy egy messzeálló dolog attól, hogy Vác ebből a szempontból jó helyen van. Nagyon sok olyan üzletközpont van, ahol koldulással vagy egyszerűen egy kevés munkáért cserébe, egy-egy butik előtt kisöperve ellátást, pénzhez juthat, élelemhez juthat a hajléktalan. Vác városának fekvése, mondhatni, hogy nagyon pozitív. A vonat közlekedésen 25 perc alatt bárki idejön, és a jobb élet reménye is az, ami, amiért próbálják a budapesti, vagy más esetleg Szekszárdról érkező hajléktalan itt megtalálni az új életét, a megélhetését. Nem utolsó szempont, hogy a városban működnek más olyan ellátások is, amelyek nem feltétlen hajléktalan ellátást, szenvedélybetegellátást tart fenn, és ide is jönnek ezáltal olyan olyan nem feltétlen hajléktalan személyek, akik majd itt maradnak, persze fedél nélkül élik meg majd itt minden napjaikat. És ötödik szempont, amit lehet, hogy legelsőre kellett volna mondani, hogy egyre inkább romlik az az ellátórendszer, ami ki tudná emelni azon hajléktalan személyeket, akik mentális, pszichiátriai betegségekkel küzdenek, és jelen pillanatban, mint több éve is, az utcán vannak azon intézmények, amelyek korábban ellátták őket, mondhatni, hogy nincsenek így, így kifordulva mindenhonnan is, akár intézményi ellátásokból a magatartásuk okán utcára, tiltólistára kerülnek. Ö, mielőtt folytatnak a beszélgetést, azért definiáljuk azt, hogy a hajléktalan ember egy kiszolgáltatott ember. Tehát nyilván ő is az ember társunk, de különféle hajléktalanokról beszélhetünk. Ö, nyilván a legnagyobb tisztelettel. De mitől válik valaki hajléktalaná, -e, vagy pontosabban mi is a hajléktalan definíciója? Ha önökhöz a éjjeli menedékre, a hajléktalan szállóra bemegy valaki, honnan tudjuk, hogy ő az hajléktalan? Ugye hajléktalannak mondja a jogszabály ki az, aki közterületen vagy nem lakás szolgáló helységben él, tölti a mindennapjait. Ez egy nagyon tág fogalom, ugyanakkor az is hajléktalan, aki nem rendelkezik állandó bejelentett lakhatással. Azt is mondhatjuk, hogy ők a hajléktalanság közelében élnek, és nagyon sok ellátottnak ugye van az, hogy település szintű bejelentés van a lakcímkártyáján, vác lakcím nélküli, tehát nem tudunk olyan lakcímet mellé csatolni, ahova ő haza tud menni. De ha így nézzük, azon albérlő, akit nem engednek bejelentkezni az albérletében, potenciálisan kimondhatjuk, hogy hajléktalan, mert nincs meg az a pontos jogi rész mögötte, amivel ha holnap azt mondjuk, hogy vége ennek a lakhatásnak, akkor hová mész, mi lesz a te lakcímed, úgyhogy nagyon sok fokozata van ennek, de jogszabály szerint aki hozzánk bejön, annak nincsen olyan biztonságos lakhelye, ahol a minden napjait megélheti. -e. magyarul nincs egy ilyen igazolvány, egy hajléktalan igazolvány, vagy nem is kérnek ilyen ö, papírt arról, hogy na akkor, ilyen. ha igénybe vesz a mi ellátásunkat, akkor nyilván valahogy bizonyítsa, hogy hajléktalan nem létezik ilyen. Nem létezik ilyen igazolvány. Beszéljünk már a feladatról. Alapvetően ugye Magyarországon változó adatok szerint és beslésről beszélünk, olyan 50 ezer, vagy ki tudja mennyi hajléktalan van. Az hajléktalan ellátás alapvetően kinek a feladata? A településeknek, vagy az államnak? Elsősorban állami feladatellátásról beszélünk, amelyet jogszabály is köt. Ugye ez a, ezt kötő a 93-as évi hármas törvény, ugye a szociális ellátásokat határozza meg, melyen létszám tekintetében milyen ellátási formát kell működtetni. És aztán van a 2011 évi 189-es, a helyi önkormányzatoknak mondja meg, hogy Magyarországon mit kell biztosítani a hajléktalan személy részére. Vác a helyzetben van, hogy minek után 30 ezer főt meghaladó lélekszámmal bír, ugye az alapszat ellátásokon túl vannak olyan ellátások, amik átmeneti elhelyezést kell, hogy biztosítsanak a fedél nélküliek számára, és akkor itt jelenik meg a kötelezettség az önkormányzat részéről hogy létre kell hoznia átmeneti szállót éjjeli menedék helyet a fedél nélküliek számára. Tehát a bizonyos létszám fölött akkor kötelező hajléktalan van. ellátó, hajléktalan szállót vagy élni menedéket biztosítani, mert a a kategóriába tartozik, ebbe. akkor Dunakeszi is, ugye? És a köztes települések pedig már kevésbé, hiszen azok bár göd is valami 26 ezer létszámmal bír, Igen? de akkor ezek szerint nem. Na most, a feladat létrehozása az ellátás, ugye, a létszám tekintetében egy kötelező történet. Ugyanakkor, megteheti azt az önkormányzat, hogy azt mondja, hogy a kötelező feladatomat egy ellátási szerződéssel kötök egy egyházi szervezette, vagy egy budapesti intézménye, és azt mondom, hogy fizetem a férőhelyek után az adott összeget, évente vásárolok 20 férőhelyet, és azok, akik Vác városában ö, ilyen ellátásra szorulnának, hogy ilyen menedékhely, igen, Vácon ez akkor nem, mert helyett ellátási szerződéssel mondjuk megtesz egy budapesti ellátó jeli menedékhely. Ezt akár így is lehet üzemeltetni. A probléma viszont azzal kezdődik, hogy, hogy az a hajléktalan, akinek váci gyökere van, váci kötődésű, a mindennapok tapasztalata szerint nem megy el másik településre. És akkor tovább kell gondolni, miből fog utazni. Tehát, hogy szerencsétlen vagy szerencsétlen helyzetnek mondható, hogy igen, vácon ezt létre kellett hozni, működtetni, szükséges, amelyhez van egy állami normatíva, amely viszont nem fedezi le, az ellátásoknak a költségeit, a működtetését, melyhez az önkormányzatnak hozzá kell tennie anyagi forrást. Nyilván ez a normatív, akkor a lakosság számtól függ, és nem attól, hogy éppen mennyi hajléktalant lát el mondjuk a hajléktalan szálló. Van, van, van. ahol így határozzuk meg, hogy férőhely hely szerint kap az intézmény normatívát, az átmeneti száró nappali melegedőben éli menedékhelyünk van, tehát ellátási számtól függ, amelyet a költségek tekintetében nem fedez le az állami normatíva. Beszéljünk már arról, hogy legutóbb talán tavaly a baptisták egy új esélyközpontot nyitottak a Galcsák utcában, ahol szintén mentális problémával küzdő, esetleg fedél nélküli emberek gondozását is bejelentették. Ez hozza inkább a hajléktalanokat, vagy inkább beviszi az utcáról őket? Tehát hozzá a település, vagy inkább beviszi az utcáról őket? Mert mm. a tapasztalt ezzel kapcsolatban. Ö, volt szerencsénk a. Az intézmény dolgozóival találkozni, és közös megállapodásokra is szert tenni, Ugyanis a tapasztalat az volt az utcai szolgálatunk során, hogy nem feltétlenül hajléktalanokkal találkoznak a kollégák, hanem olyan személyek is megjelennek. Budapestről Salgótajából más településekről, akik ezen intézményhez jönnek segítségért, hiszen napközbeni ellátást üzemeltetnek, és ez nem feltétlen hajléktalan személy, hanem ő idejön, részt vesz abban a közösségi terápiában, vagy egyéni terápiában, majd itt ragad Vácvárosában. És aztán azt látjuk, ami ami egy nagy problémát hoz, hogy megjelennek a város frekventált helyei, a szenvedélybetegek, kiemelném a drogfüggőket, amely természetesen a rendbontást is magával hozza, és ezzel a mi szolgálatunk szakember, megfelelő szakember hiányában, kapacitás hiányában nem tud foglalkozni. Hiszen ezen személyek, akik függőbetegekkel függő foglalkoznak, nyilván egy olyan képesítéssel bírnak, amely az ő ellátásukhoz bizalmilag, és, és akár az, hogy az intézménybe visszamenjen, segítség. Ugyanakkor ott is létezik az elmondás szerint egy házirend egy olyan házirend, amit az ott betérőnek szintén el kell fogadni, és ha olyan állapotban van, mint a droghatása, azon intézménynek a szolgáltatásait sem vehet igénybe, kitiltásra kerül. De attól még a városban van. Ugye azért azt is tudjuk, hogy a, a pszichiátriai ellátás némileg a mint állami feladat, egészségügyi feladat szűkült, például a lipot mező bezárásával, egyebekkel. Érezhetően mentális gonddal küzdő hajléktalanok, vagy addiktológiai problémákkal küzdő hajléktalanok megjelentek az önök látóterébe, tehát ez összefügg feltétlenül, az ívás vagy a drogfogyasztás az, hogy hajléktalan, vagy nem feltétlenül függ össze, vagy ennek a létszáma hogyan alakult. Én a hajléktalanságról azért így, így megjegyezném, hogy összességében egy jelenség. Tehát az, hogy valaki hajléktalan lesz, nagyon sok összetevője van. Az, hogy a lakhatás hiánya már a tünetá a hajléktalanságnak, ez így kimondható, de nyilvánvaló, hogy nagyon sok családi probléma, kapcsolati hiány akár a, a, munka világában való nem elhelyezkedésnek a, a, problémája mögött mindig meghúzódik egy mentális betegség. Igen, sajnos ki kell mondani, és erre statisztikát is hozta, hogy sajnos 10 hajléktalan emberből, ez egy országos Adat, 10 hajléktalan emberből négy fő azt mondja magáról, hogy ő valamilyen pszichiátriai betegséggel küzd, vagy valamilyen mentális funkciózavarral. Ez egy nagyon-nagyon nagy létszámot jelent a hajléktalanok körében. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk intézményileg, hogy a helyi pszichiátriai gondozóval, kapcsolatban állunk, az ügyfeleinknek a gyógyszerelése folyamatos tud lenni, az intézménynek van egészségügyi személyzete, de természetesen ettől jóval nagyobb a probléma, ami az utcán hever jelen pillanatban. Van ki kimutatásuk egyébként, hogy mondjuk 2022-ben mennyi hajléktalant láttak el vagy tartottak kapcsolatot? Igen. A 2022-es évet, mindig lezárt évet mondunk ki biztonsággal, 17 fővel tartotta az intézményi utcai szolgálat kapcsolatot. Ez jelenti azt, hogy elhelyezésben segítséget nyújtottak a kollégák, ha olyan eset volt, akkor mentőt hívtak, vagy a személyes okmányok elvesztése, pótlása volt az, ami szükséges volt, igen, tehát hogy a 17 fő, ez nem hangzik soknak, de ha azt mondjuk, hogy ezek azok a fedél nélküliek, akik elutasítják az intézményi ellátást, hiszen nem kötelezhetőre, hogy ő jöjjön be és üljön be az autóba, és ott milyen jó lesz. De ugye kell a személyes indítatás és az önkéntessége, hogy ő becsenged, és az intézményben folytatja az ellátás igénybevételét. Tavaly mondjuk 2022-ben mennyi hajléktalan volt az önök látókörében, összes, látókörében összesen? A regisztrált hajléktag nyilvántartott tartott tagszáma 80 fő. Ez azt is takarja, aki egyszer csengetett be az intézménybe, és kért segítséget, vagy pedig többször megfordult, de talán ott is aludt pár éjszakát. Tehát mondjuk ezek között, akkor ezek szerint elég sok van, aki nem váci kötődésű, de többször visszajött Vácra ellátást kérve, jó értem? A statisztika azt is mutatja, hogy 70%-ban beszélünk váciakról, és 30% pedig azok a környező kis falvak települések, ahol nem működik hajléktalan ellátás. Van most egyébként a kimutatás, hogy most valóban több a hajléktalan, vagy egyszerűen csak arról van szó, hogy jobb az idő, vagy kellemesebb volt az időjárás, és több hajléktalan jött vásárol. Beszéltünk hajléktalan turizmusról is. Létezik ez? Létező dolog, mint említettem, hogy, hogy időszakonként mondhatni, hogy ö, időjáráshoz kötöttem, évszakhoz kötöttem beszélünk hajléktalan turizmusról, ez a nyári időszak. Ez a nyári időszak és más nagyvárosokban is ez a, ez a tapasztalat, és a hajléktalanok számát én nem mondanám, hogy így módon megemelkedett, tehát, hogy alapjáraton nem emelkedett meg, hanem azoknak a száma emelkedett meg, akik nem feltétlen hajléktalanok, de a városban mégis jelen vannak más ellátás kapcsán. Vagy akár kódulást végeznek, ugye? kódolást végez, és aztán tér vissza Budapestre a megadott szállás helyére, szintén mint egy hajléktalan ellátásban. A jogi részéről beszéljünk már egy kicsit, ugye demokráciában nem lehet a fedél nélküli embereket egyébként bekényszeríteni a hajléktalan szállóra, bár egy 2018-as kormányrendelet szerint, vagy törvény szerint az életvitelszerű közterületen történő tartózkodás szabály, szabálysértésnek minősül, akár elzárással is büntethető, ezt egyébként a kormány amely megkérdette, de egyébként olyan nagyon nagy változás nem történt, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy fogják őket, a hajléktalan embereket, és elviszik a szállásra erőszakkal. Tehát mi a jogi lehetőség, az önök jogi lehetősége? Igen. Azzal. Minek után a hajléktalan ellátás és segítő munkát végez, a mi hatáskörünk annyiban zárul le, hogy lépünk a hajléktalan személyhez, felkínáljuk az intézmény adta lehetőségeket, és... Ennek hatására vagy elfogadja, bejön az intézménybe, az intézményi gépjárműbe beszáll, ott megkapja a megfelelő segítséget, mert ő is beszeretett volna hozzánk jönni és be akart ülni az autóba, vagy önmagától besétál. De semmilyen más eszköz nincs a kezünkben, hogy ha már pedig nem száll be, akkor ez és ez következik. Mert mondhatnám, hogy leülök a padra, most ezen a padon ülök, 10 perc múlva a másik padra ülök, és ezt mitől ne tehetném meg, ha ezzel én nem végzek olyan dolgot, ami másoknak bántó. Csak éppen ott pihengetek. Mert pedig ő ezt fogja mondani, hogy ő, ő most pihen, most a, ő fáradt, és a másik padra fog eltölni. Nyilván más a helyzet akkor, amikor olyan dolog is történik, ami már megbotránkoztatható lehet egy járókelő számára, alkoholt fogyaszt, netán a... a nagy szükségletét végzi el a padon, avagy közszeméremsértés valósul meg, ugye tudnak rendőrséget hívni. Igen, de az is nagyon fontos, hogy a rendőrség hívás az ne 20 perc múlva történjen, hanem akkor, amikor az a történet megvalósul. Természetesen ez nagyon nehéz, akkor így, így jól mérlegelni, hogy kiérkezik a rendőrség, addigra mondjuk az az alkoholfogyasztás be is fejeződött, tettem a táskába a flakonomat, na akkor most mi történt? Picit ittasabb vagyok. De nem abban az állapotomban vagyok, hogy a rendőrség azt tudja mondani, hogy én most akkor a szabályt sértettem, maximum fel tud szólítani. Felszólít egyszer, kétszer, háromszor, hogy milyen következmények lesznek, és majd áttörök a másik padra. És itt jön a rendőrségnek is nyilván a nehézsége, hogy a megvalósulás pillanatában tud eljárni akkor tud ő intézkedni, bírságolni, és bizonyos bírság fölött természetesen belép az elzárásnak is a foganosítása. Beszéljünk már a felzárkóztatás lehetőségeiről. Ö, ö, ugye én még a szocializmusban születtem, és amikor katona voltam, akkor kivezényeltek minket almát szedni, ö, teljesen mindegy, hogy hova valahol a budai... Ö, ö, mezőségekre, hegységek környékére, és ott találkoztunk katonaként egy olyan intézménnyel, ami úgy nézett ki, mint egy kocsma. Lementünk, és a gyakorlatilag a mána szörpöt mértek a krónikus alkoholistáknak, mert akkor a rendszer összeszedte őket, a rendszer szerint nem tartózkodhatott senki az utcán, nem létezett a szocializmusban olyan, hogy hajléktalan, és egy munkaterápiával próbálták őket visszaszoktatni a valódi életbe, a munkavilágába, akárhova. Van most ilyen program az állam részéről, vagy van az önök része? Kezdjük az állammal, mert ugye egy állami feladat lenne, arról beszéltük, hogy az önkormányzatra nyilván ezt áttolta az állam. Tehát az állam részéről. E, pályázati programok keretében szoktak kiírni ilyen lehetőségeket, amely a rehabilitációs, a munkavilágába való visszaállítás célozza meg. De leszűkítve Vác városára, mert nekünk ezzel a problémával kell szembenéznünk, én azt gondolom, hogy nagyon jó kezdeményezések indultak el, és valósulnak is meg a mai napon is. Amikor a hajléktalan ellátásban élő kap lehetőséget arra, hogy egy intézményben akár takarítóként. Netán, hogyha valami iskoli képesítéssel rendelkezik, karbantartóként alkalmazásra kerül. Most párcáros Önkormányzatnak a programjáról, illetve így, az így önök van a város programjáról, beszünk, programjáról, beszélünk, programjáról beszélünk, mert hogy ez az a pont, ahol a legjobban tudunk segíteni, hogy a társadalom hasznos tagjává válik, és ezt megéli a hajléktalan személy is. Sajnos azt is azért el kell mondjam, hogy ez nagyon kis százalékban, jó esély az elindulásra, és nagyon kevés ügyfelünk alkalmas erre, mint a beszélgetés Nem említettem, hogy nagy részük mentális, pszichiátriai betegséggel küzd. Nyilván ettől lehet dolgozni, de a fokozatosság a leglényegesebb, amit kiemelnék, hogy először kezdjük a napi két órával, aztán négy óra, hat óra, és ami a legfontosabb, hogy legyen olyan ö, munkáltató, aki befogadja, hogy, hogy képes és meg tud bízni abban az emberben, akinek egyszer a sorsa rosszra fordult, és azt gondoljuk, hogy ezzel a segítséggel egy előrelépési lehetőséget kap. Meg kellene egy nagyon komoly pszichiátriai gondozás, gondolom, amire azért önöknek akkor a kapacitásuk nincs. Már csak egy-két példát mondjunk. Tehát létezik önöknél ez a program. Legutoljára beszéltünk róla, hogy bizonyos esetekben sikeres is lett. Tud most ilyen esetet mondani, hogy ez sikerült? Igen. Van három olyan ellátottunk, aki Vácvárosában így dolgozik. És igen, én azt gondolom, hogy nagyon sokat javult, mint az ő mentális állapotuk, mint a saját magukhoz való viszonyuk, hogy értékesnek érzik magukat és ha több ilyen lehetőségünk lenne, akkor mindig van az az egy-két olyan ügyfél, és most tényleg kis számot kell, hogy mondjunk, aki képes és akar, és meg tudja állni a helyét a munkavilágában. De még kellene pályázatok, hogy aztán lakhatást szerezzen, és tényleg vissza tudjon kapaszkodni rá. Erre milyen esély van most? Egyébként ezt azért kérdezem, mert és tényleg az utolsó kérdés, szeptember 6-án, 7-én a hajléktalan ellátás konferenciája volt, önök is voltak rajta. Mi a perspektíva? A perspektíva most az, hogy a hajléktalan ellátás mikéntjét meg szeretnék reformálni hiszen van egy olyan elképzelés a kormánynak, hogy 2031 a hajléktalanságot felszámolni, és hogy ne az legyen a legfőbb cél a hajléktalan ellátásban, hogy benne maradnak a rendszerben, hanem kilépjenek. Én azt gondolom, hogy ehhez még nagyon sokat kell tenni az elképzelés területén, és a megvalósítás területén a legtöbbet és amíg én azt hallom, hogy, hogy szakápolást átalakítják oly módon, hogy az egészségügyi ápolási ágyakon végzett tevékenységet a szociális terület fogja ellátni szakápolási központ formájában a jövőben. Most hat ilyen település van, ahol ez már elindult, amely térítési díjköteles, és ezekbe a szociális ágyakban nevezzük így, a krónikus hajléktalan betegeket is el tudjuk helyezni, akkor én azt gondolom, hogy ez nem egy előrelépési folyamat, amikor ágyakat vonnak el az egészségügyből, és egy ilyenfajta szolgáltatás kell és szükséges, hogy működjön, hanem a legfontosabb az lenne, hogy azok az emberek, akik hajléktalanná válnak, mielőbb lakhatáshoz kerüljenek, ne az intézmény legyen a biztonság érzet, és az a célpont, hogy van hol élnem. Mert onnan nem fog kikeveredni soha. Így van, a hospitalizáció ezáltal csak megerősödik. Ha viszont lakhatást kap, munkát kap, onnantól én azt gondolom, hogy az egyén motiváltságát egy szakmai csoport, amelynek részese, mint említett, egy pszichiáter, egy közösségi ö, csoportfoglalkozás erősítse meg, amelyhez, ha van kapcsolódása a hajléktalanságból kikerülő embernek, akkor majd sikert lehet elérni bízunk benne, hogy elindul valamilyen irányba a elektronkérdés. Köszönöm szépen, hogy elmondtad nekünk.